akkor is megcsinálják ezt. Persze. Szeretnél vállalkozást indítani, akkor ne szeretnél, hanem indítsd el. Már ott kezdődik a vállalkozóvá válás, hogy te legyártod az MVP-det. Meg az, hogy kiállsz az ötleted és az álmaidért. És akkor itt jön az, hogy nehéz kezdő vállalkozóként Magyarországon. Hát... Nehéz, bizony, hogy nehéz. Mi nem nehéz? Nehéz megemelni a zsákkrumplit, az is nehéz. Kérdéseket kell föltenned magadnak. Nehéz a mai Magyarországon. Igen is, meg nem is. Szudánban például sokkal nehezebb lenne vállalkozást indítanod. És valóban, ahogy Patrik is említette, a vállalkozás ez nem ott kezdődik, hogy a egyéni vállalkozók nyilvántartásában bejegyzik a nevedet, vagy bejegyzik az első részvénytársaságodat, hanem ott, hogy felépíted a szolgáltatást, vagy a terméket, és elkezded vele megdolgozni a piacot. Nem problémákkal kell találkoznod, hanem megoldandó helyzetekkel. Ez konvertáld át. Az a baj a magyar mentalitással, sajnos általánosítanom kell, mert még többségben vannak azok, akik problémákat látnak, nem pedig megoldandó helyzetekben gondolkodnak. És ezt amint levetkőzöd, rájössz, hogy nem nehéz vállalkozni, mert a vállalkozás önmagában arról szól, hogy neked vagy nekem van egy problémám, amit te meg tudsz oldani. És nyilván ezért én adok neked valamit cserébe. Ha meg tudsz oldani egy problémát, már vállalkozó vagy. Én ugye nagy híve vagyok a pezsgés művészetének, ahogy ezt Kulcsár Edina is megerősítette bennünk az interjú során. A lényeg, hogy mindig menjen mindenhova. Teljesen mindegy, hogy hova hívnak, ha úgy látod, hogy egy szikrányi értelem is van benne, akkor feltétlenül menjél el, mert nem tudod, hogy ki az az ember, akit megismersz, mi az az egyetlen egy gondolat, amit hallani fogsz, ki áll melletted, vagy ki ül melletted, hogy kivel fogtok cigizni együtt, vagy bármi. A pezsgés ott kezdődik, hogy az ember kicsit levetkőzi a gátlásait, és mer beszélni a termékéről. Ha nagyon utálod a hétfőt, akkor el kell gondolkodni azon, hogy vajon jó irányba tart az életed, vagy olyan hivatást vagy munkát választottál magadnak, amit szeretsz csinálni, vagy amit érdemes lesz csinálnod a jövőben is? Ez szerintem elengedhetetlen a mai világban, mindig ott kell lenni a köztudatban. Nem engedheted meg magadnak azt a luxust, hogy így szépen csendben elfetrengi, mert a mai világban ezt nem lehet megcsinálni. Tehát elképesztő megy a verseny, nagyon fontos, hogy ne arra koncentrálj, hogy ő miben jobb, meg hogy ő vajon merre megy. Ne, engedd el, csak magaddal törődj, ez egyediség egyik záloga, én úgy gondolom, hogy merni fölvállalni önmagad, megnézni, hogy te miben vagy piszkosul jó, és akkor azt nagyon-nagyon meg kell tolni, és nem kell azzal foglalkozni, hogy más miben jó, mert az ne is érdekeljen. Ezek tanulható lépések, ugye nyilván időket kérdőről megtanultam. Igen, és meg lehet tanulni, és meg is érdemes tanulni, mert szuper ez az élet, úgyhogy szerintem nagyon jó. Nincs többé, Marki, sziasztok! Köszi szépen, sziasztok!